Itt ez a vállalát születésed, igaz? Isten éltesse! Isten hozott, polgármester úr! Isten éltesse! Szeretettel köszöntöm, hogy meglátok a 90 éves koromra. Örülök neki, hogy ilyen jó egészségben van. Már ez régen vártuk, ezt a találkozót. Hogy szoktak tenni a napjai? Korán kell? Nem. Lustalkodok. Helyes, ebben a korban már megengedheti magának az ember. Igen. Hát most úgy is tél van, hát amúgy nekem munkám nincs, mert semmivel nem foglalkozok, csupán csak nyáron van a kerten. Uh-huh. Igen. És a kertben mindenféle munkát elvégez még? Hát még idáig elvégeztem, kivéve a takarást nem. Egy hete még szőlő takarást, mert van ott egy kis szőlő, azt a lóval be szoktuk takarni, bezántani. És akkor a szőlőmetszést is maga csinálja? A metszést én csináltam, igen. De már kinyitni, napszámosra csináltattam. Uh-huh. Hát én nem bírom azt a... Uh-huh. És, és a kertben mit terem meg? Mit termeszt a kertben? Hát volt egy kis krumpli, egy kis kukorica, egy kis bab. Bors. Ilyen kerti. Ilyen kerti zöldségfélék, igen. Aha. Bors. Paprika, paradicsom. Teller. Uh-huh. És ha már itt a karácsony közeledik, akkor hadd kérdezzem meg, hogy fel tudja idézni a gyerekkori karácsonyokat? Vagy voltak-e, milyen szokások voltak a családban, amit esetleg még a nagyszülőktől vagy a szülőktől vettek át, vagy hoztak át? Tehát hogy telt gyerekkorában egy karácsony? Hát karácsony szépen eltelt, mert jött a karácsony, ugye, és akkor jött az Ádám Éva este, akkor a gyerekek olyan szokás volt, hogy elmentek így a szomszédba rokonokhoz énekelni este, és akkor hát kaptak egy kis valami ajándékot. És mi volt az ajándék? Hát hol mit tudtak adni? Dió, alma esetleg. Magyaró, alma, ilyesmi, és valami kis ütemény. És maga hogy emlékszik a maga gyerekkorában a karácsony, mondjuk szenteste, az általában havas volt, vagy... Mikor, hogy? Volt van időszak, hogy kérem szépen, decemberben szép nyári idő volt, mert ez mind változó volt. Hát emlékszem rá, amikor januárban szép nyári idő volt, és februárban befutott a 25 fokos hideg. És emlékszem rá, amikor ekkora hó volt, régen, és kérem szépen, akkor hókotróval kotorták az utakat, mert másképp nem lehetett közlekedni. De gyerekkorában? Igen, régen. De gyerekkorában? A mostanában már nincs hó. Hát most sokkal kevesebb hó van. Isten éltesse, akkor még remélem, hogy nagyon sokszor tudom köszönteni, és még sokszor tudunk beszélgetni. Felidézni a régi dolgokat. Így van. Isten éltesse, akkor még egészségünkre. Az egész család, mindenki egészségére. Isten is. Na hát ez milyen jó, hogy ez a születésnap így összehoz minket. Így van. Akkor Isten éltesse minket. És áldott boldog karácsony. Köszönjük mindenkinek, viszont kívánok. Az én 90 éves koromra. Elsőképpen arra. Hát kérem szépen, az élet oda tartozik, aki ma eléri a felnőttkort, hogy vállaljon munkát. Mindegy, hogy milyen munkát vállal, mert minden munka élvezeti cikk, és ez hiányzik az országnak. Mindegy, hogy mit csinál, csak csináljon valamit. Ne törts el potyár az időt. És kérem szépen, ebből építi az országot, építi a lakosságot, a népét, és termeljen. Alkotásra, az élet, alkosson valamit. Mindenki. Mert az mind értékes, amit csinál az ember. Még az utca söprő is, az is értékes. Minden munkára szükség van, tehát mindig minden munkára. Csak minden ember ugye más szeret, másra van hajlama, és kinek milyenre hajlama van, olyan munkát vállaljon, de dolgozzon. És abból épít. Boldogítsa az országot. Még egy kérdésem lenne. Karácsonnyal kapcsolatban mit kívánna? Mit kívánna a falunak, a városnak, az országnak karácsonyra? Mit hozzon el ez a karácsony?
Én semmi más nem kívánok, csak mindenkinek sok erőt, egészséget, és sok boldogságot, és sok örömet, mert a karácsony a Jézus születés időre szól, és az mindenkit fellendít, boldogít. János bácsi húga felolvasott egy verset az ünnepeltnek. A karácsonyi ünnepek alkalmával meg a 90 éves születésnapra. Születésnapi ajándék. Indulj az úton, előre néz. Nem bátoríthat ezernyi vész. Életed útját végig kell járni, és az út végén Jézus fog várni. Ha néha gondok csüggesztenek, bátran előre, föl a fejed. Gyalogkül menned, nem lehet szállni, és az út végén Jézus fog várni. A második születésnaposunk Bábel Istvánné Mária néni volt, aki 94. életévét töltötte be. A karácsonyt családja körében fogja tölteni, és számolja vissza a napokat szentestéig. Remélem, hogy nálunk lesz a mama karácsonykor, és oda jönnek a gyerekek is őt megköszönteni. Első ünnepen. Ebédre előtte, meg ha úgy érzi magát, akkor a Petivel visszük át a kicsikhez. Uh-huh. Szenteste. Áldott ünnepet kívánunk, boldog karácsonyt! Nagyon szépen! Az egész családnak, mindenkinek, unokáknak, dédunokáknak, mindenkinek. Nagyon. Minden jót kívánunk! Nagyon szépen, köszönöm! A harmadik ünnepelt Heffler István volt, akit 93. születésnapján köszönthettünk fel. Azt tapasztalom, hogy az a legrosszabb, hogyha valaki egyedül van. Az jó. Az nagyon rossz. Tehát még nem hogyha... Tudom. Gondolom, Vilma néni nem örült. Így. Hát én nem tudnák egyedül. Hát azelőtt szerettem főzni is, de most már... Nem tudnám magamat ellátni. Meg tésztát gyúrni, és jaj, de szeretett. Igen. Már amikor nyugdíjas voltam, vagy mit tudom én, azt mondja, hogy legalább hagyjam összevágni neki. Nem jobb volt az, hogy kiment az ember a határba, és segésnek kint volt, meg mit tudom én. Valahogy... Nyugodtabb élet volt, az biztos. Igen. Lassabban telt az idő. Nem, az mi is unokatestvérekkel összejártunk. Az én fiam más se tudja, hogy van unokatestvére. Szóval ilyen világ van. Hát és az unokák generációja meg már pláne? Igen. Tehát a legfiatalabbak meg még inkább. Éppen most a reggelinél a feleségemmel beszélgettünk, hogy azt hittem valakire, hogy a feleségemnek az unokatestvére valami miatt. És mondja, hogy ő nem az unokatestvére, de azt mondja, hogy nem csodálkozik rajta, hogy én nem tudom, mert hogy amikor ők gyerekek voltak, akkor a családon belül a névnapozás is szokás volt. És akkor még az unokatestvérek névnapjait is, és az unokatestvérek gyerekeit is ismerték, tehát mindenkit tudott, hogy kinek a gyereke, még a másod unokatestvéreket is ismerte. Igen. És azt mondja, hogy ma már tényleg a mi gyerekeink, meg hát még... Még igen. A fiatalabb vagy az idősebb generáció is, mert nem tartja a kapcsolatot. Tehát nincs annyi alkalom, amit Pista bácsi is említett, hogy akkor névnap, születésnap, ilyen-olyan ünnepeken. Hát valahol ezek a közös munkák, ezek az egymásra utaltságot igen. Erősítették, hogy a családon belüli kötelékek azok szorosabbak legyenek. Pista bácsi is mondott, hogy kimentek a határba, egyrészt együtt voltak. Tehenek az utcán mentek. Hát itt is gulyam ment. Most semmi. Amikor gyerek volt, ugye most össze tudja hasonlítani, hogy mennyire más a világ, mert hát ugye már most már 90 évnyi időt át tud látni, hogy 90 év alatt mennyit változott a világ, de ebben a leggyorsabb változás... Jobban örült az ember az életnek, mint most. Gyerekkorában, fiatalon? Igen, uh-huh. Igen, mert őket és akkor már volt terve, hogy mit csinál, vagy hova megy, vagy mi van, de most nincs semmi. Hát, mármint idős emberként, igaz? Arra gondol, hogy most hát, ma fel kell reggel, és akkor nem nagyon talál tervet. Pedig emlékszik egy évvel ezelőtt, miről beszéltünk? Hogy legyen minden napra egy kis terve. Tetszik emlékezni?
hogy az volt a feladat, hogy minden nap kell valami célt kitűzni, minden napra kell valami feladat. Igen. Egy évvel ezelőtt erről beszéltünk. Ezt meg kell találni, ha nehéz is, fiatalon könnyebb. A fiatalon könnyebb, mert az embernek van egy csomó feladata, kötelessége, dolga. Idősebb korban már nem annyi. Hanyadik házassági évfordulót ünneplik most szent 69. Ha megérnénk, mondtam legalább még azt az egy évet bírja ki. Most karácsonyra? Igen, 69. Akkor 70 lenne, ha egy év múlva. 69 lesz most karácsonykor. Az igen. Most már ő inkább a idegesebb. Hadd idegeskedjen csak, minél tovább, sokáig idegeskedjen. Úgy írj, úgy írj. Tessék csak bosszantani Néma Nénit. Úgy írjlem, hogy őrület, leteszi a fejét a szék. Éjjel-nappal. Mert akkor csak hallod. Inkább nem szól semmit, csak hallgat. Addig is minden jót, áldott boldog karácsonyt kívánok. Köszönöm. Viszont. Jó. Meg akkor a 69-et is megünneplik, ugye, most a karácsony alkalmával. Isten áldja önöket. Pistő bácsi, jó egészséget magának és Vilma néninek is. Isten éltesse. És akkor remélem, hogy hát a legkésőbb egy év múlva találkozunk. Legkésőbb. Jó, remélem, bízom benne. Lehet, hogy akkor dinnyébb lesz az ember. A negyedik köszöntésünk Szabó Imre bácsinál volt, aki decemberben töltötte be 90. életévét. Imre bátyám, Isten éltessen, akkor még remélem, hogy akkor sokszor köszöntem meg. De reméljünk. Ez a célkor, de nagyon jó, hogy nagyon jó egészségnek örülön. De szóval, hogy maradjon ez így sokáig, így úgy kell, jó? Egészséged. Igen. Mert nekem az a véleményem, hogy az élet sója a mozgás. Ugye én ezt tartottam fiatal koromtól kezdve. Mindig is. Én agilis ember voltam, ha emlékszel, hogy a sportkörben 25 évig voltam elnök, MHS-nél 20-ig dolgoztam, és így ugye... Mindig aktív volt. Úgy van, és az élet sója, a mozgás aktivitás, nekem ez a véleményem. Mert ugye volt egy jó kis szívműtétem közben. Az mikor volt? 15 éve. És ugye három koszorúeret hidaltak át a négyből, és akkor beszélgettünk ott a doktorral, mondom, doktor, mennyi időre hitelesít ez engem? Hát azt mondja, 6-8 év. Na mondom, hagyja már írásba, legyen szíves, jót röhögtünk, ugye hát a doktor nem ad ilyet. Na kérdeztem, most 15 éve lesz. Azt a minden. Úgyhogy akkor egy kis prosztata rák, ugye? Aha. Szintén olyan tizenhány éve, ott ez el vagyunk. Ja, arra emlékszel, és akkor abból azt megműtöttek, és... Megműtöttek, és azóta... Volt utókezelés is, vagy nem kellett? Nem, semmi. Csak egy műtét volt? Műtét volt, de én minden évben járok be ellenőrzésre azóta, és még eddig nem volt probléma. Aha. Tehát nem volt komolyabb vizsgálat sem, mert megnéztek rendben. Első világháború után az apám is, meg a öccse, tehát a nagybátyám beléptek a hadseregbe, és letöltötték a katonáit. Apám leszerelt, a nagybátyám maradt. Na most én is úgy voltam, hogy valamikor ugye 44. decemberében a Dálnoki Miklós kormány, ha volt, ha jól emlékszem, de lehet, hogy nem. Igen. Bedda a felhívás, hogy a új hadsereg megalakult, és önkénteseket toborzott. Na kérlek szépen, én is jelentkeztem a hagyományokat. Apám is, a nagybátyám is, és ugye beventem, behívtak. Hány éves vagy? 17! Azt mondja, hogy sok volt a seggel, és menj haza. Majd mikor 18 éves leszel? Na 18 éves, visszamentem, és be is hívtak. Na. A nagybátyám az bennmaradt, amikor ugye letelt a két év, és főtörzsőrmesteri rendfokozattal ide lehelyezték, biztos tudod róla, volt itt egy katonai raktár. Igen. Abban a hosszú év, már nem tudom milyen hát volt. Hát ott, ahol az Erda van, az Erda mögött, nem? Nem, itt Dabason volt egy hosszú épület, itt a főút. Igen. Már nem tudom milyen kastély, mert
feledékeny vagyok, elfelejtettem. Na, itt volt a helyezték, igen. Katonai raktár, 31-es az unokahúgom, a nejem is 31-es volt, együtt jártak oskolába. Uh-huh. Na most, mikor a Márti unokahúgom férhez ment, meghívták a Zsókát is, meg engem is az esküvőre. Na, mi ott ismerkedtünk össze, és ugye akkor én már, várjál, hol is voltam, Tatán voltam, a tiszti iskolá voltam, a lőtanszéken tanár, hadnagy voltam, és összeismerkedtünk, na, elkezdtünk ugye levelezgetni, végül egyszer megjelentem Dabason, és mondtam a danyósomnak, hogy elviszem a lányát. Házsártos volt a magyar mama, végül jó van, akkor hát így 51-ben összeházasodtunk. Így, hogy így jött össze, aha, én Dabasi. Hát akkor még azért elég fiatal voltál, 24 éves voltam. 24 volt. Éves voltam, igen. Mikor uh-huh. Úgy érzem, hogy ez a 90 év, mondjuk, nem volt benne rossz, de hasznos is volt. De most a kíváncságom, ha lett, az lett volna, még a nejem, hogy itt lenne. De különösebben el vagyok. Uh-huh. De van a unokám, ő a legközelebb. Unokád, meg a dédunokák. De az unokád, aki nagyon közel van. A dédunokák már nem annyira tud, ők már, ha le tudja, már nem olyan családi nevelés van, mint valamikor volt. Összetartott a család. Uh-huh. Hát a Sándor öcsém családja is, de felhívnak, ha találkozunk, de nem foglal, már mint valamikor jöttek, mentünk, együtt voltunk, most már úgy a szétesőbe, úgyhogy nincs különösebb kívánságom, így ez a menetrend, ami most folyik már az én koromban, engem kielégít.